Mai közben hallgatásunkban és említettek, hogy köszönjük körünkben Kisestár urakat, vagy polgármesterünket, vagy társulásnak az elnöke. Kutyán László urat, aki a mérnökére szervezettek a munkatársat. Jémes Bálint urat, aki a HID ZRT-nek a képviseletében van jelen, kivitelező cégképviseleti. Pócik Viktor szintén a cégképviseletében van jelen. Kujlaki Csaba, aki a kivitelező cég, végrehajtó cégnek a képviseletében jelen meg. És jöttek a Nyírségvíz ZRT-ből. Aki ennek a projektnek a felelőse, a nevét az Orosz Anikó. Enikő, aki a Nyírségvíz képviseletében van jelen a mai fórumunkon. Mai közvetlenül 2 pontot terveztünk. Elsőként tájékoztatás az egyik Daruhármas aktuális kérdéseiről, másodikként tájékoztatás a Nagocsánat községi önkormányzatára 2015-2019 évi gazdasági programjának. Mai testőrkülésünket, ami nyilván az megnyitom, és én megkérem a társulás elnökét, hogy az egyik aktuális kérdéseiről adja egy felvitájt. Tisztelt közlekhallgatás, tisztelt lakossági fórum, nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, mint a társulat, illetve a társulásnak is az elnökeként, a Lapagyi Község önkormányzat vezetőjeként is. Megmondom őszintén, polgármester nem mondta, hogy nekem itt tájékoztatót kell tartani, de úgy gondolom, mióta már, mivel már 6 éve foglalkozunk ezzel a szennyvíz beruházással, szerintem 2 óráig is tudok róla beszélni, de ennyit biztosan nem fogok. Először is kezdeném azzal, hogy 2011-ben megalakítottuk a társulatot, mivel egy lakossági fórumon és a társulat volt az első lépés, annak érdekében után kaptuk egy kedvező döntést arról, hogy a 8 település vonatkozásában ez a szennyvízberuházás kedvező elbírálást nyert, és a forrását meg kellett ennek a beruházásnak teremteni, és akkor ez úgy indult, hogy 85%-os uniós támogatási forrásból és 15% saját erőből kell megvalósítsunk a 8 település egy 6,5 milliárdos beruházást. Ebből Rabocsa háza körülbelül előtt átnéztem a számokat, egy olyan 600-650 milliós nagyságrendű beruházás. Akkor megalakult a társulás, nagy örömünkre nagyon nagy százaléka, minden településen olyan 80% körüli volt a LTT szerződés közöttnek a száma. Ez teljesen jó arány, optimális, valahol ezt várja tőlünk az Unió is, hogy egy bizonyos idő után ennyien rá is kössenek a szennyvíz hálózatra. 85% támogatás mellett, ha mindenki ki tudja számolni, hogy körülbelül mennyi saját erő kellett volna letegyünk. Tehát ennek ellenére a lakossággal összefogva, az önkormányzatok bízva abba, hogy a támogatási mértékét nem csökkenni fognak vállalatok a saját erő biztosítását, illetve váltunk egy bizonyos fokú üzemeltetői támogatást is a beruházáshoz. De azt látjuk, hogy ha ilyen arányunkkal kell ezt a beruházást megvalósítani, akkor óriási nagy terhet fog jelenteni minden településen hosszú éveken keresztül. Ezért, ahogy a lehetőséget adottak, megpróbáltuk a forrásokat tovább pályázni, és ezt a 85%-os támogatási mértéket sikerült 95%-ra uniós támogatási mértéket elérnünk, és ezzel nyilván a saját erőnek a terhei csökkentek. Innentől kezdve teljesen jobb konstrukcióval bízhatunk abban, hogy ez a beruházás igazán meg fog valósulni. Sajnos a közbeszerzési eljárások lefolytatása az 3 évet vett igénybe, mire megfeleltünk az uniós elvárásoknak, ahogy ez le kell, hogy zajlanja egy beruházás megkezdése előtt, és magára a kivitelezésre egy jó évünk maradt, ami úgy gondolom, hogy mindenki előtt belátható, hogy ennek nem így kellene történni ebben az országban, hanem fordítva. Kivitelezések előtt van 3 évet, vagyunk is körülbelül egy jó év alatt, hogy ezt a közbeszélés lezavarjuk.
Ennek ellenére 2013. júliusában megkötöttük a kivitelezői szerződéseket. Ott is tudni, hogy előbb a kiviteli tervek kivitésére kell kezdeni a kivitelezőnek, miután ismerni a kivitelezőre az ő kötelessége. Az eleve igénybe vesz egy 2-3 hónapos intervallumot, utána pedig ennek a szakhatóság engedélye megkérése a kivitelezési engedélyek alapján. Ez újabb időt vett igénybe, és mindenki láthatta azt, hogy körülbelül augusztus-szeptember volt az, amikor meg tudtuk kezdeni a kivitelezést. A legjobb állapotban, Ramos Jánában, illetve Nyíribonyban van a hálózat kész, tehát itt elmondhatjuk, hogy 100%-os készültségben van. A hálózat, illetve a Szent Györgynek is a műszaki átadási eljárással megkezdődött, ami azt jelenti, hogy tényleg talán már fogadó kéz is, majd a kivitelező megerősít benne, hogyha most megengednénk a kivitelezőt, talán tudnánk is fogadni, de ha nem, akkor egy-két héten belül ennek minden realitása megvan. A többi településeken sajnos valahol a apagyon a telepassz készen van körülbelül 90%-os készültségben, de a hálózat egy olyan 40% körül, Lapkoron hasonlóan olyan 50-60%, Hirdéten egy olyan 90-100% körül van, és Baktán pedig egy Szent Győztelep rekonstrukcióra került sor, ott is megindul a Szent Győztelepnek a próbaüzeme. Tehát eljutottunk hál' Istennek addig, hogy a beruházás ilyen készültségben van. Ennek nagyon fontos dátuma volt a január 22-e, mivel ez elő van írva, hogy a kivitelezés befejezése előtt, ami 2015. július, 6 hónappal előtte be kell indítani egy próbaüzemet a telepen, és 6 hónapos próbaüzem van előírva a vízjogi engedélyben. Hát ezért volt ez nagyon fontos dátum, hogy januárban mindenféleképpen a próbaüzemnek el kell indulni, mert a telepen 6 hónapos próbaüzemet biztosítani kell. Hát sajnos az idő az szerencsétlen ebből a szempontból, mert télen azért elég nehéz bekötni a szennyvíz hálózatra a lakásokat, illetve nyilván a szennyvíz telepen sem fognak beindulni a biológiai folyamatok, amik egy fontos működéshez, illetve az elemények vizsgálatában szükségesek, de nyilván ilyen március, legyen a tavasz, és 2-3 hónap alatt tudjuk azokat az értékeket majd biztosítani, ami a biztonságos üzemeltetésnek a feltétele kell, hogy legyen. Ezért úgy döntöttünk, hogy azért próbáltuk meg a lakosokat arra kérni, hogy ha meg lehetősége adódik, ha meg nem tudom, hogy Ramosházán hogy sikerült a hálózat, vagy a bekezésre szükséges söröket kioldani, de volt egy olyan tervünk, hogy a tél beállt előtt megpróbáljuk egy kicsit ezt felgyorsítani, nyilván ez nem volt ökkenőmentes. Ezért abban bízunk, hogy márciusban tömegesen megindulnak a rákötések, és nem lesz akadály annak, hogy a próbaüzem sikeres legyen. A társulathoz visszatérve, a társulatnak ugyebár van igazgatósága, van felügyelőbizottsága, vannak területi képviselői, és ez ugyanígy igaz Ramocseházáról is. Ezek a személyek, akiket önök annak idején megbíztak, hogy részt vesznek ezeken az üléseken, és az ő hozzájárulásukkal, az ő közös 8 településen részvevőknek a döntésével hozzuk meg a döntéseinket. És miután a támogatási mértékről beszéltem, és úgy láttuk körülbelül 2 hónappal ezelőtt, hogy ebben a támogatási mérték olyan nagyságrendű ért el, hogy valamennyi nagyságrendű pénz abból az összegben, amit önök befizetnek a társulat felé, talán hasznosítható valamilyen célra. És ezért döntöttünk, hogy a közülésen, a társulat közülésén, hogy 2 szempontot tartottunk szem előtt. Egy az, hogy az anyagi terheket próbáljuk csökkenteni a lakosságnak, azzal, hogy megvásároljuk az a bekötéshez szükséges sérmennyiséget, másik meg nem titkol szándékunk az, hogy ezzel is összenőzzük a rákötések a minél előbbi megtörténését. Ezért megpróbáltuk egy olyan központi beszerzésen keresztül ezeket a csöveket megvásárolni, ahol a legkedvező bárban történhet. Itt a kivitelező elég nagy mennyiségben vásárolnak először a forgalmazó cégektől, csövetény rajta keresztül egy igen kedvező ára sikerült elérni, nyilván olyan nagyságrendben tudtunk csövet rendelni, ami egy kedvező átfektés jelentett. Ennek az összekövési összege elérte 1 millió forintot körülbelül a 8 település vonatkozásának. A
másik fontos dolog, amiről szeretnék szólni, mert ez általában felszokott merülni kérdésként, és felmerült a közülésen is, és bemocsánat, hogy kérdésként merül fel, hogy benne volt a sajtóban, hogy vannak települések, ahol visszafizettek valamennyi összeget a befizetett összegből. Tehát mi több dolog miatt nem tudjuk ezt megtenni. És erre külön szeretnék ítélni, hogy nyilván a kérdést azt nem akarom elkerülni, de mindenféleképpen előtte szeretnék róla szólni, hogy miért döntöttünk a közülésen olyan formában, hogy ezt a variációt választottuk, hogy inkább anyagköltségbe juttatunk vissza a lakosságnak. Tehát én megnéztem a ramocsanádi számokat, körülbelül egy olyan 46 millió forintot fog a lakosság, illetve a közületek mindenki befizetni ebben a érdekességi hozzájárulást, ez most per pillanatban 23 millió nagyságrendű összeget jelent, és ebből a nagyságrendű összegből, amit mindenféleképpen az uniós kivitelezési költségen kívül még fedezni kell, és ez nyilván tudtuk annak idején, mikor megalakítottuk a társadalmat is, hogy ennek nem csak a kivitelezési költségei vannak a beruházás megvalósításának, hanem egyéb költségek is rakódnak rá. Ilyen költségek vannak, amit eleve nem lehetett megpályázni, tehát vannak nem elszámolható költségek, amit a mi általunk előteremtett saját forrásból kell, hogy megfizessünk, amit az unió nem ismer el kivitelezési költségnek. Vannak eszközök ebben a projektben, itt a szennyvíz szállító, illetve a szennyvíz szállító kocsinak a megvásárlása és egy a szennyvíz szállításához kezelésre szükséges eszköz vásárlása kerül sor 125 millió forint értékben. Ennek a közbeszerzési eljárása nem elszámolható. Ezen kívül vannak üres telkezési bekötések, amit szintén az unió nem enged finanszírozni. Az abból a forrásból kell, hogy megtörténjen, amit egy-egy magánszemély befizet a telkének a beállására. Nyilván ennek vannak banki költségei a társadalat működésének, mivel ez egy 5 éves működési idő alatt történik. Az 5 év alatt a banki költségeken kívül még a saját erőt is meg kell előlegetni. Tehát amit a belügyminisztériumtól kapunk önerős támogatást, azt is csak egy utólagos elszámolás után fogjuk megkapni, nekünk pedig a kivitelezőnek ki kell fizetnünk július 31-ével, illetve már mostani részfizetések alkalmával is. Tehát teljes hitelt kell felvenni a társulatnak, és ennek a banki költségét ugyanúgy ebből a pénzből kell fedezni. A társulatnak 5 év alatt nyilván van egy működési költsége, ezen kívül fel fog merülni egy 6 hónapos üzemeltetési költség a hálózatra. Azt azért tudni kell, illetve nem hiszem, hogy tudják, de elmondom, hogy 6 hónapig, miután most a próbaüzem tart a szennyvíztelepre, a hálózatra is nyilván, hogy menni kell az üzemelésnek, és a 6 hónapos intervallum alatt a hálózatra nem lehet, a kivitelező nem kötelezett arra, hogy a forrásokat álljon, hanem nekünk, mint társulásnak kell lesz az üzemeltető felé a költségeket a 6 hónap alatt a hálózatra vonatkozott megfinanszírozni. Tehát ez azt jelenti, hogy aki rá fog most kötni márciusban, annak július, augusztusig, ameddig a 6 hónapos próbaüzem fog tartani, nem kell ezt még szennyvízdíjat fizetni, tehát azt a társulási, illetve a társulat által finanszírozott pénzből kell nekünk fizetni. A üzemeltető mindenki előtt ismeretes a Nyírségvíz ZRT lesz. Itt a Nyírségvíz ZRT-nek is van egy ármegállapító mechanizmusa, az is körülbelül igénybe vesz egy 2 hónapot, és csak azt követően szedhet majd a szennyvíz szolgáltatási díjat. Tehát ez is egy viszonylag egy magas összeget jelent, de szavon, de egy-egy településnek körülbelül egy olyan 6-700 ezer forintos nagyságrendű összeget jelent, amit a 6 hónap alatt ebből az összegből kellett finanszíroznunk. És a kivitelezéshez mindenféleképpen még van egy hiányzó saját erő nagysága. Nagysága az pedig abból keletkezik, hogy minden egyes projekt előtt csinálni kell egy megkerülési számítást, és ennek a megkerülési számításnak az előnyeképpen van a támogatási mérték meghatározva. Tehát mi úgy láttuk, hogy ezt a társulati pénzt eddig 3 éve fizetjük, tehát most volt novemberben a 3. éve, hogy fizettünk, tehát azt is tudni kell róla, hogy ehhez jár egy állami támogatás. Az állami támogatási rész az 4 év után jár, tehát 4 évig fizetni kell mindenféleképpen a társulási
társulati hozzájárulást, és 4 év után kapunk hozzá állami támogatást. Tehát, hogyha most elmondanánk ezt a társulati hozzájárulást, akkor azt jelenteni, hogy eleve nem vagyunk jogosultak a támogatásra, az állami részre. Azért is az állami támogatás része megint mindenki előtt ismeretes, hogy aki nem között LTP-szerződés, a 150 000 forintot fizet most ingatlanonként, aki kötött szerződés, az pedig 114 000 forintot. Tehát mindenféleképpen mérlegén, tehát hogyha most azt mondtuk volna, hogy ezt a rendelkezésre álló összeget, ha nem kellett, hogyha ami lefogy, ezekre a költségek, amiket én felsoroltam, egy forint nem maradt volna belőle, tehát ezért döntöttünk úgy, hogy inkább legalább annyiban tudjuk segíteni a lakosokat, hogy ezt a csövet mindenféleképpen, ami kell a leködésre vásároljuk meg. A társulati társulatnak a fenntartásával pedig az a szándékunk, hogy a lakosságnak ugyebár még 2 évig van, november ezt 2 évig kell még fizetni. A 4 év letelte után megkezdjük a társulatnak a felszámolását, és azt kell róla tudni, hogy a társulat minden önkormányzattal el fog számolni a lakossági befizetések arányában. És hogyha ne találtál valamennyi pénz a társulat számláján, a beruházás befejezését követően, akkor az önkormányzatnak a költségvetési bevételét fogja képezni, és a társulati döntésnek megfelelően elsősorban útfejlesztésre vagy belvidelmezési célokra kell fordítani az önkormányzatnak. Nyilván, hogy lesznek olyan lakosok, akik nem fogják a 100%-ban még ezt teljesíteni, pedig végére sem, mert azért végignéztem ezt a listát is, amit egy Ramosjánra érinti, a 400 LTP szerződésből körülbelül olyan 35-40 fő van, aki még nagyon minimális mértékben, vagy még meg se kezdte a befizetéseket, mert nyilván vannak valamennyi kis hátalékos is, de a befizetési hajlandóság és az arány az nem rossz. Tehát, de nyilván akik nem fizetnek, azoktól pedig az önkormányzat adók módján be fogja szedni. Tehát folyamatosan költségvetési bevételt fog képezni, és ezt a költségvetési bevételt pedig mindenkinek, tehát minden önkormányzatnak a saját fejlesztésére keresztül kell használják. Nyilván a testületnek a dolga lesz, hogy ők ezt hogyan fogják majd annak idején meghatározni. Amit talán még ezzel kapcsolatban el kell, hogy mondjunk, hogy a befizetett összegeknek a nagyságrendje, tehát kiadási oldalon csak a kivitelezésekre használtunk még fel pénzeket, tehát semmilyen működési költségre, semmire, teljes egészében a társulat számláján van, minden évben beszámolt, hogy tartsunk a közgyűlésen költségvetésre, jobbá vagyunk, és annak a törvényes keretei között, hogy ezt működtessük. Társulattal kapcsolatosan nyilván, hogyha lesznek kérdések, akkor arra még szívesen fogok rá válaszolni. A magával a rákötésekkel kapcsolatban szeretnék egy pár fontos információt megosztani. Tehát itt van a nyírségi képviselői, de nem akarom elég jönnek el ennek kenyerét, de egy pár dolgot, mi lesz a menete. Tehát nem tudom, hogy itt sem, és még szerintem rákötés a településem. Lesz egy nyomtatvány, aminek az a neve, hogy bekötési engedély vagy kérelem. Ez minden a hivatalnál lesz megtalálható, illetve lesz egy csekk, ez ami 3200 forintról szól. Ez a 3200 forintos csekket, aki bejelentkezik, hogy be akar kötni, az fel fog menni a hivatalba, ez a csekket meg fogja kapni, a 3200 forintot, amikor befizette, vissza fog menni a hivatalba, és azt még illetve kap egy kérelemnyomtatványt. A kérelemnyomtatványa legyen visszamegyen, és a hivatalban megnézik, hogy befizette ezt a 3200 forintos csekket, akkor le fogják igazolni, hogy a társulati hozzájárulásának a befizetése rendben van-e. Akinek rendben van a társulati hozzájárulás befizetése, azt köthet rá. Tehát akinek nem lesz százaléka, rendszeres a fizetése, hanem nem lesz semmi akadálya, hogy rákössön. Miután ez bejelentett a hivatal felé, a hivatal továbbítani fogja a nyírségügyi felé, az üzemeltető felé ezeket a kérelmeket. A dolgozójuk hetente egy vagy két alkalommal meg fog jelenni, ezeket a kérelmeket kézbe veszi és le fogja ellenőrizni mindenkinek a kiépített beállását, hogy ez megvan-e csinálva, nem az, hogy mostan megfelelő lejtésre vagy hogy, a
hanem az, hogy szabályosan van-e, nincs ebben nekem a csatornak, és a kérdések, ami abban a tájékoztatóban le van írva, hogy annak hogyan kell, és képít, hogyan kell, hogy ez megtörténjen. Miután ő leellenőrizte, akkor utána elvileg a rákötésre nincsen semmi akadálya. Tehát úgy gondolom, hogy ennek flottul fog működni, mindenki pedig arra törekedjen, hogy minél előbb meg fogják kapni az önkormányzattól is jövőt, meg kis oldalon kezdik volna kioldani, akkor az idő, hogy engedi, az a kérésünk, hogy minél hamarabb kezdjenek meg a kivitelezésnek a kivitelezéséhez, mivel ahhoz, hogy a szennyvíz próbőzen az avatalanul működhessen, ahhoz a településről az 50% szennyvíz mennyiségnek rövid időn belül meg kellene, hogy jelenjen a szennyvíz területen. Tehát szeretnénk, hogy ez lökkenőmentesen is nagyon gyorsan történhetne. Remélem, hogy a beruházást sikeresen be fogjuk fejezni, ennek még egyszer mondom, a befejezési határideje 2015. július 31-e. Azt követően még van egy hónapunk, hogy elszámoljunk a megkapott forrásokkal a közreműködő szervezet irányába. Nagyon sok adminisztrációs teherre problémával jár, de elég sok, közel 8000 forrásokat, ami erre a hálózatra várnak, hogy illetve erre a rendszerekre. Nem kis problémát és gondot okoz ez nekünk, de vállaltuk, szívesen segítünk bárkinek, bármilyen jelenlő kérdése van. A társadalmat kapcsolatos dolgokban, vagy a polgármesteri oldalban, akinek esetleg problémája volt, aznak megjelent. Azért előfordul az, hogy valaki tévesen a fizetését átutalja a társulat számlájára, ezt azért nem kérjük, utána csak azt vissza kell utaljuk, elnézte a bankszámla számot, az OTP-nél, és akkor oda utalta a pénzét. Tehát vannak ilyen napi problémáink is, de ezeket próbálják meg kiszűrni, hogy minél kevesebb legyen. Nyilván vannak változások tulajdonosban, eladták, visszavették, tehát ezeknek a problémáit is próbáljuk kezelni. Hogyha van még mindig esetleg a bekötési beállásokkal problémák, azt jelezzék, de polgármesterek teljesen nyitottak a kivitelező, és teljesen pozitívan kezeli ezeket a problémákat. Minden két évben szennyvíz beruházásra kapcsolatos koordináció van, kapjon a kivitelezőkkel, projektmenedzsment, mérnök szervezet, meg egyéb illetékesek jelenlétében, tehát szakmailag is ennek menni kell, a nyírségvízi üzemeltető folyamatosan műszaki ellenőrzi és átveszi a műszaki ellenőr által jól elhagyott dolgokat. Az ő érdekük pedig az, hogy egy vízenbiztos hálózatot vegyenek át, mert utána nekik lesznek velük a bajuk. Én abban bízok, hogy ez egy jó sikerült beruházás lesz, és mindenki el fogja felejteni minden gyögi baját. Ahogyan már újságcikk volt, mert nagyon sár, Ramosi Ázáni rivikedett, mert alig mondották fel az utakat, ahogyan még mindenütt az utca közepén kell elvinni, és fel van kurva minden udunk, úgyhogy sokkal rosszabb állapotban vagyunk, de én bízok benne, hogy egy év múlva mindenki el fogja felejteni, és ez a szép tanom, hogy oda fogunk emlékezni. Úgyhogy köszönöm szépen a kérdést, és köszönöm szépen a kérdést. A híd célját, egy képviseletet mondjuk, hogy minden látható, hogy ki válaszol. Igazából a rákötésekre kapcsolatban még egy pár szót szeretnék. Jövő héten el lehet a kezdeményezés, és már az idő nélkül a 26-os vagyban senkinek nem kívánok a kezdeményezési területföldet. Jövő héten el lehet a kezdeményezés, és ezt a szép lelassan akár az ingatlanokat is rá lehet kötni. Ugye szerintem szeret jövő hét vége fele, illetve hát a mérnök szervezet felé még van egy kis forgatási program, ez az amatőrnek a hét. A jövő hét után már mindenféleképpen tudjuk fogadni a szennyvizet, úgyhogy és ő a helyreállítás munkát hiszen már ott van, hogy helyreállítás munkákat végzik. Hogy áll ez a munka? És az a kérdés, hogy mikor lesz ez körül? Most a helyreállítás munkát befejeztük. Hát nyilván az aszfalt, meg egyéb olyan dolgok, amit hát ilyen időben nem lehet elkészíteni, azt természetesen maradni. Kicsit hangosabb dolgozik. Ne haragudjanak,
Nem suttogni akarok, csak megy jobban. Szóval az néhány helyen, ahol betonozás elmaradt, kapi lejárat már nagyon kevés hely van ilyen, sajnos fel kellett kikezdeni a betonozást, de fogjuk folytatni. Ezt a jó időt állítani, mert testemben kell várni. Valószínűleg, hogy a tavasz közepétől már az út helyreállítások is fognak menni. Most az út helyreállítást viszont mi fogjuk végezni, azt a strabbakkal szeretnénk elvégeztetni, mert az a többi nagyon profi aszfaltozó cég. Ezért annak az időpont nem csak tudjuk elvégezni, jósolni, nagyon sok minden között. Esetleg van még valamilyen kérdés, valaki úgy érzi, hogy ő is megvan a kimaradt hasonló, nyilván engem nem mindig tudnak megkeresni, de a polgármester úr mindig tájékoztat bennünket, hogy a lakosság felé bármilyen visszalépel érkezik, nyilván ezeket megnézzük, a jogosnak is csináljuk. Köszönöm szépen, és elkezdem Enikőt. Szintén is ezért is őket egy fogalmat rendszer. Az interjúzó tartozásának állnak, talán annyit szeretnék megmondani, hogy a különböző követően, akik nem kapnak rá, 90. naptól felfelés időjárat. Ezt elfelejtettem, felírtam magamnak, én is közül elég össze bejutattam. Tehát nagyon gondoló. Tehát amikor megadjuk a társulatot, két dolog van, ami fontos. Egyik, akik ugyebár nem léptek be a társulatba, és nem kötöttek szerződést, vagy ha nem szerződéssel, hanem anélkül, akkor ott megszavaztuk 3 évvel ezelőtt, hogy 300 ezer forint lesz a kényszertagsági díj, a 114 ezer, illetve a 150 ezer forint helyett. Tehát akik ezt elmulasztják, addig még a társulat él vagy áll, még ez következő, tehát ahogy mondtam is, 2016 júliusára várható, addig még ezt pótolhatják. LTP szerződés már nem kötetnek tavaly augusztus óta, mert a tavaly utolsó határidő, ezt is toltuk még egy évig, még legalább, ahogy annak ellenére, ahogy mondtuk, de nem akartunk mindig kedvező lehetőséget akartunk teremteni. Tehát akik még bevállalják azt, hogy a 150 ezer forintos nagyságrendet a következő év júliusáig részletekben még utolérik és befizetik és belépnek a társulatba, hogy ez a 300 ezer forintos kényszertagság nem fog fennállni, de akik nem teszik ezt meg, akkor a rákötésekkor bármilyen formában, bármilyen tulajdonosi részét fog megtörténni, ez lesz a minimum, amit be kell fizetni. Ezt követően, amit Enikő említett, hogy akik nem költnek rá, azt pedig talajterhelési díjat kell fizetni. És ez nem a mi jókedvünkben találtuk ki, egy 2003-as törvény szabályozza. Ennek a mértéke, per pillanat, mivel érzékeny vízlátási területen vagyunk, 1800 forint per köbméter. Tehát, és ez a elhasznált vízmennyiségeknek a fokozatából kell kiszámolni. Tehát, hogyha valakinek van havonta 10 köbméter vízfogyasztása, ami általában azért van, akkor azt ki lehet számolni, hogy havonta ez 18 ezer forintot jelentene tavaly termelési díj formájában, és ebből annyi összeget lehet csökkenteni, amelyik igazó, hogy szippantóval elszállították a szennyvíz telepére, a szennyvíz telepre, mondjuk kivívőnben. Tehát én úgy gondolom, hogy minden egyes fórumon, minden egyes sajtóban, közleményben is megragadjuk azt a lehetőséget, és mondják el önök is, azoknak az embernek, akik tudnak, hogy nem léptek, mert olyan helyzetben kerülni, és nem a hivatalnak a jó kedve miatt, hanem a törvényi kötelezettség miatt, mivel ha egyszer kiépült a rendszer, akkor onnantól kezdve ez a talajterhelési díj mindenki terhelni fog, aki nem köt rá. És utána pedig, ha rá akar kötni, akkor még szembesülni kell azzal, hogy a 300 ezer forintos kényszertagsági díjjal kell hozzájárulni, hogy önök 150-300 ezer forintos nagyságrendje lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy még mindenkinek van másfél éve, hogy ezt a problémát kezelje és mérlegelje, és erre kifejezetten szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne utána egymást szídjuk, meg egymásra kellemetlenkedjünk, hanem ezt mindenkinek meg kell érteni és próbálja meg. Nyilván mindenkinek, én megértem az egyéni problémáját is, de valamilyen formában ezt igyekezik megoldani. Köszönöm szépen, és még a tájékoztatást hagytam.
hogy holnap kezdjük el kihordani a csöveket, maximum 20 méterig döntött a társulási tanács, maximum 20 méterig adunk csövet, megy egy brikád, traktorral kiviszik, valaki meg fogja mérni egy lézermérővel a távolságot, annak kapcsán fog kapni csövet minden egyes kapó. Úgyhogy a tulajdonos oda megy, ahol be szeretné kötni a szennyvizest, odáll a fekvőtő nyíláshoz a mi emberünk, és meg fogja mérni hány méter, és hát világos, hogy nem a 15 méter, akkor 16 méter fog adni, hát ezt nem tudjuk elvágni a csövet, de szeretnék egy olyan lehetőséget, hogy a csőből mindenki részesüljön, aki, és itt a lényeg, aki folyamatosan, tisztességesen fizeti a hozzájárulást. Azok részére, akik nem napra készek a fizetésben, azok részére nem fogja kivinni a csövet. Így döntött a társulás tanács, hogy csak azok részére, akik tiszta nappal vannak a befizetéseknek. Tehát, ugye kaptunk egy listát a társulástól, a múlt év decemberében, annak szellemében mi kigyűjtöttük, hogy ki hogy fizette be. Tehát akinek ugye 1900 forintos elmaradása van, az úgy vettük, mert a könyvben is az nem úgy történik, hogy most egy rendszeren megy keresztül, mire a legkönyvelésre kerül, az időt az igénybe. Tehát az, ha valakinek 1900 forint vagy 3800 forint fizetése van, azok részére még ott hagyjuk, mert tudjuk, hogy a könyvelés és ez a tömeg. Ez a tömeg, és még azért szeretném megjegyezni, hogy tényleg korrekten fizeti a Rabocsaháza lakossága a szennyvíz hozzájárulást, hiszen nyugodtan ki lehet mondani, hogy a jogok közé tartozunk a nyugodt településen a befizetések illetően. 30 és 40 között van az, aki még egyáltalán nem kezdte, illetve erős lemaradása van, és megvan a lakásnak pedig vetéti szerződést. Az LTP szerződések. De még nem kezdtem a törlesztést, tehát még mindig elkezdheti, és hogyha napakészen utolérni a többi megfizetőt, akkor az ő részére is oda fogjuk tudni a csövet adni, de csak azután, hogyha megjelenik és igazolást kapunk a takarékszövetkezettől, hogy igen, be van fizetve az az összeg, amivel mutatom, mennyi 48 ezerből van visszamegyünk már el. Már itt az asztalat, hát itt az asztalat, ugyan már 3 év volt, bocsánat, igen. Tehát ha valaki itt tart, akkor a részére már a cső biztosítva lesz, és hát lehet kiásni oda a csöveket, csöveknek a helyét, ahova akarjuk lefektetni, és biztos vagyok benne, hogy találunk arra is megoldást, hogy idősek rászorultak, akik képesek arra, hogy kiássák a és rászorulnak, hangosan rászorulnak, azok részére van, tudunk legyőzni biztosítani. Tehát röviden ennyit, holnap tettük a csőkihordást, 20 méterig tudunk adni csövet, azaz 10 darab csövet tudunk adni, maximum. Tehát világos, hogy valakinek 6 méter kell, nem fogunk odaadni 20 méter csövet. 6 méter, amennyi szükséges. És tehát én ezt akartam elmondani, és ezek után pedig átadom. Kinek a kérdése? 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 Én egy
Ezzel együtt. Köszönjük, hogy van még valami egy kérdése? Van egy kérdése? Nekem. Pillanat, ha van egy kérdése. Oké. Az előbb is Nekem az a kérdésem, hogy aki már bevezettette, mert az arról volt szó, hogy csak a kapuig, kaputól egy métert fogják behozni a csövet. És aki már bevezettette, mint én, meg nem csak én, más is van így, nekem nincs, aki kiássa a gödört. A gyermekeim oda vannak, két hétben jönnek az egyszer, aztán nekem muszáj volt bekötetni előre. Én már megvettem a csövet, de nekem a cső nem kell, oda ne hozzák. Köszönöm szépen. Azt szeretném itt az uraktól megkérdezni, hogy mivel hogy ez a szennyvíz háromtak, elég fehárul, menj el a pont. Nézzük meg a köves utat, szert ez ilyen helyen. Menjünk már el a Rákóczi utcán, uraim, és nézzük meg azt a kábelt, hogy az aszfalt tetején megy. Nincs itt felelős ember? Mert sorsan lehet tudni, egy gyerek véletlen egy baltát a kezében, az ott a 3-2 vász. Annyi egy gyereknek, igaz? Gidesz, Gödrös, a Rákóczi utca, László utca összekötés. Kerekpárral alig lehet elmenni.
Nem igaz, hogy olyan, hogy ebben nem lehetett róla azt a kurva sárkletóval? Nem igaz? Vagy mi lesz abban a kábellal, az egy életen keresztül ott fog az aszfalt tetején menni? Mert arra nincs ember, hogy valaki egy védénykedben beletegy az aszfalttal jár. És nem egy ilyen van. Az átemelő rendszer így van ellátva. A kábelja nincs sehol elkötelve. Nem tudom, hogy van ez a műszaki ellenőrzés, hogy ez nem veszik figyelembe az műszaki ellenőrzés, hogy milyen baleset veszélyeknek vannak kitéve az emberek. Egy kérdés, Tamás, van még kérdésem? Még egyet szeretném, hogy polgára, hogy így jött úgy, ebben a szennyvicsővel visszamegyek. Vagy először én szerintem arról szól, hogy 20 métert kap minden lap. Aki tisztességesen és becsületesen fizette. Na most levettük a témát elvédni. Nem volt még ebből a pénzre bárki van legyen? Mert én szerintem elég való. Most fizetjük meg én a 3500-at, mikor a 3500 vagy a 3200-et, mikor először a 3500-et helyettük, csak 2007-et kellett volna. Ott is elment lakadalomra a nyomszát. Ez így fog folytatódni tovább, mire elérjük azt, hogy be tudunk kötni? Az, amit egyszer eldöntöttek, hogy a 20 métert odaadják mindenkinek, akkor tessék, ki kell adni mindenkinek, vagy itt valami olyan lehetőséget kell kitalálni, hogy felül kell ezt az egész gyatorna rendszert vizsgáltatni. Mert ez nem baj, hogy ezektől az emberektől elvegyük azt a jövedelmet, amit kautusként befizettek, és más meg abból fog dajlani. A harmadik még egy. Nincs, ott van a Szek utca, nincs bekötése. Ott a másik lakásnál nincs bekötés. Hát egyszer, önök nyilatkoztak arról, hogy minden lakás megkapta azt a bekötést. Mert ott eladó lakás is van. Annak a lakásnak levegy az értéke, mert nincs az bekötés, betét. Ezt nem tudom ki nézte ezeket a dolgokat felül, vagy ki volt az a műszakvezető, aki ezt átvette, hogy sok picsincset bekötés, egy lakóház itt is eladó, amott a másik lakóház eladó, és nincs bekötés. Ezek a lakások lementek alapra. Már nincs értéke. Ahol meg nincs lakás, az üres telekre meg benyomtuk szépen napot. Hát akkor gondolkozzunk már itt, hogy valamit itt tenni kell. Köszönöm. Van, aki van egy annak idején, amikor a szerződés megint, nem volt belőle bekötésről, hogy fizetik ezt a tárban az egész. Én amit vannak ezek a befizetések. Új céget, ahol kifizette teljesen takosságot, úgyhogy tovább nem is kell neki fizetni. Dobrát, Tuzsért, miért megkapják a belütül, visszafizetik neki. Akkor nem, hogy házán miért mondják ezt? Fogjuk fizetni, de annak idején, amikor lejárt, vissza fogjuk ígérni. Amennyiben nem, aláírás tűzünk, és petíciót fogunk feltűzni, és köszönöm. Nem is jelmesen ment az ékerjei jelvegyeké, kaptál egy jelvegyeké, és sehol nem kérdek a sárkoztik. Én nem tudom, hogy te a korolában akar, hogy mindenki be lehet menni ez a vezetéssel kapcsolatban. Jó kérdésem. Válaszol. Van még valaki egy kérdés? Akkor lezárjuk a kérdés. Kérdő válaszolni, és akkor remélem nem felejtettem el semmit. Tehát a hölgynek az, hogy a férjenei van, meg ez nem jelen problémát, mert szerintem a szerződést az alapján fogja kötni a víz számlának, vagy a lantító számnak. És miután a vízdíjnak a bizonyos százalék után a szolgáltatási díjat, azt az lantító számot kell tüntetni. Tehát ez most teljesen mindegy, hogy most akinek a nevén van ez a másik az úrnak a kérdésére azt szeretném mondani, hogy ez a társadalom való belépésre a dolga ez 3 évvel ezelőtt eldőlt, amikor a lakosságnak az 51%-ig azt mondta, hogy társadalmat akar alakítani, és onnantól kezdve, hogy ez mindenkinek kötelező jellegű. Tehát ezt nem mi találtuk ki, ez a törvény mondja ki, egy ilyen, hát ön szerint lehet a szervezetünk vitassa, hanem a törvényhozókkal. Tehát az, hogy most ön vélegy belép, ez a társadalomban vagy nem lép, ez az ön magánügye, tehát annak ellenére kötelező jellegű, legfeljebb majd fogja, hát miután mondom még egyszer, 1% úgy döntött a lak,
lakosságnak, hogy megalakítja a társulatot. Isten magát meghallgatom mindenki, én azt gondolom, hogy élő lenne, hát akkor én úgy gondolom, hogy... Hát nézze, akkor önnek el kell mindenki költözni, mert ez a közösség úgy döntött, hogy 51%-a, hogy társulatot alakít. Ön úgy döntött, hogy nem lép be, ez önnek a magán... De én hagyd fejezzem el, mert a magán. Önnek pedig az a dolga, ha belép, ha nem, akkor az a következő is kell elviselni, amit itt elmondtam egy tervezetben. A hölgynek a kérdését szeretném azt elmondani, hogy a 98%-ot valóban én biztos nem láttam ezt a riportnak a visszajártását, megmondom őszintén a Kölcsi TV-be, de a körüli nagyságrendben, amit elmondtam, a előterjesztésben is, amit nagyságban még elértünk. Meg felsoroltam azokat a költségeket is, ami a társadalom működésével, illetve a beruházásokkal elejhez kapcsolódik. Tehát azt megtehetünk volna, hogy most a visszahoztam 10-15 fontos nagyságrendet. Én úgy gondolom, hogy miután arról döntöttünk, hogy kb. 10 000 fontos nagyságrendet juttatunk vissza csövet az embereknek, ezt próbáljuk kompenzálni, illetve én úgy gondolom, hogy ha ez a társadalom meg fog szűnni, és az akkori önkormányzathoz fog visszakerülni ez a pénz, és én ezt fel tudom használni településfejlesztési célokra, az itt élő embereknek az érdekeit fogja szolgálni. Tehát én úgy gondolom, 2011-ben, mikor döntöttünk arról, hogy 114 000 forintot megtámogatunk egy beruházást, sikerül esetleg még plusz forrásokat egy önkormányzatnak vagy egy társulásnak hozzá megpályázni és elnyerni, attól nem hiszem, hogy boldogabbá fogunk válni, vagy most 10 000 forintot, vagy 15 000 forintot vissza fogunk adni, és sokkal boldogabb leszek abban, hogyha a településen meg fogunk tudni valósítani, mikor egy új unió ciklus fog kezdeni most az ország, és fejlesztési források nélkül vannak az önkormányzatok, és netalántán lesz 10-15 millió forintos fejlesztési lehetőség a Ramazsát önkormányzatnak, vagy apanyinak, hogy ebből a társadalmi pénzből, amit a költségvetéséből bevételként el kell könyvelni, és ezt fejlesztési célokra fel kell tudni használni, akkor nem tudom, hogy ki ezt kinek az érdekét fogja szolgálni, szerintem Ramocsán az a ramocsai érdekeket, apagyom meg az apagyi érdekeket, ott él embereként. Tehát én ezt így fogom fel, polgármesterként is, meg remélem, hogy egy minél több ember van az egy településen, aki hasonlóan tud gondolkodni. Tehát a 3500 forintot most pontosan nem tudnám százalékosan megmondani, mivel ezt a 3500 forintot nem a társulás találta ki, hanem a társulatnak könyvelésének van egy projektvezetője, illetve egy vállalkozása, aki a bankkal számlavezetés, nem tudom, milyen költségek rakódnak abból jön ki ez a 3500 forintot, amit akkor be kellett fizetni a számlanyítás kapcsán. De részletesen, hogyha tetszik rá, szüksége van önnek rá a projektben a társulatnak a fényvelését tétű céggel kigyűjtessük, és felébe fogjuk erről érdesíteni. A 3200 forintot, amit itt tetszettek kérdezni, ez a nyírségvíznak ország vagy a megyék szinten a szolgáltat, ez a szennyvíz átvételi költsége. Tehát ez most megyek oda, hát nyilván akkor nem is tudnak kérdezni, nem is lehet, hogy kérdező 5000 volt, 2000 vagy nem tudom mennyi volt. Ez azt jelenti, hogy az a dolgozó, aki ki fog jönni a nyírségvíztől, az önök által kiépített elköpésnek, a műszaki átvételét neki le kell bonyolítani, és ennek a díja az nem a társulathoz folyik be, hanem a nyírségvíznek egy eljárási költsége. Ez olyan, mint kérek egy építés tengerét, rá kell ragasztani a fizetetlen illetékbélyeget, vagy ki kell fizetni valaminek az szolgáltatási díját. Ennek a szolgáltatási díja 3200 forintban meghatározva, hogy az a dolgozó ki fog jönni, és ezt az átvételt el fogja bonyolítani. Ezt nem találtuk ki, nyírségvíznek a honlapjára fel lehetnek venni, vagy tájékoztatójában lenne van minden településen, ez 3200. Ajakon is, Demecserde is, meg bárhol, meg Nyíregyházán is. Röviden ennyit szerettem volna mondani. Amit bekötött be, most ezzel nem tudom megmondani, őszintén még mondani, hogy hát ezt nyilván nem tudom, hogy mikor szereztek a tudomást, mert ez a társulati döntés ezelőtt két hónappal ezelőtt megtörtént szerintem novemberben, vagy hogy mondjuk oda társulat, hogy ezt a csőmennyiséget visszajuttatjuk. Itt elhangzott az is, hogy 20 métert adunk, ebben a tájékoztatóban ki is küldtük.
ugyanezt tudom elmondani, mint amit az elég mondtam érveket, nem tudok más kitalálni, valóban 20 méterre döntöttük, mert úgy döntött, azt láttuk, körülbelül 20 méterre minden lakás bekötető. De miután ez költség, és minden település a kiosztott csőmennyiséget annyival kevesebb fog visszakerül az önkormányzat az árába. Tehát megtehetjük azt, hogy mindenkinek egységesen adjuk a 20 métert, akkor most Ramacsárdán 8000 méter csövet fog jelenteni, és akkor 8000 méter csőnek fogja kifizetni a lakosság az árát. De megtehetjük azt is, hogy nem kell csak 7000 méter cső, 1000 méter csőnek az ára, amikor elszámolod a társulati pénzzel, ott fog maradni az önkormányzatnál. Most az a jó, hogy hazaviszünk a padlásra felteszünk két méter csövet, vagy az a jó, hogy esetleg majd ott van a fejlesztési célra a faluba 500 forint vagy 1000 forint, hát akkor ezt el kell dönteni. Az előbb mondta, hogy nem adok csövet, csak annak, aki befizetni. Hát nyilván, hogy most... Elég egyértelműen kezdünk, hogy ezt a bűnöt az össze is, nyilván, aki veszített, az nem tudom, hogy ezt tudom az én. Mint 20 méter, az itt meg lehet így helyben, a polgármester hívva dalba. Köszönöm szépen. Éjtét, majd eladjuk a kicsetjeit, a nagynak. Tehát, ha nincs több kérdés, van még több kérdés? Van, egyébként kicsit. Igen. És akkor aki bevezettette, mert nincs bekötve, csak bele van vezetve, akkor abban mi lesz? A csövére. Nem csak így, hanem azt meg kell mondani. Olyan helyzetben hozzád bennünket, hát igen, adjunk szó, hogy csak a kapujuk hozzák. Nekem erre van megoldásom, tehát mivel nincsen leszállítva teljesen minden cső, felkerüljön a településen, hogyha van ilyen tíz, akkor annyival kevesebbet fog, és ezt a költséget... Nem csak én nálam van megfizetni. Ha tíz van, akkor tíz nem fog problémát okozni, annak a költségét, ami a többieknek méterre kifogja az önkormányzat. Abból a pénzt, amit visszakapunk. Mi lesz ebből, hogy lesz? De ezt ne úgy, arra kérlek, hogy menjen vele holnap, vagy a jövő héten, hogy fizessetek ezt a pénzt, mert ez még egy... Én nem mondtam ezt. Mire ez ki fog a magát forni, hogy 2016. július 31-én záródik az öt év. Tehát
Tehát addig ebből semmiképpen, és utána még azt kell mindenkinek látni, hogy az elszámolás az nem 2016-31, hanem a leigényelt összegnek a lefizetés, kifizetése, az hosszabb időt vesz igénybe. Leigényeljük, és majd ez egy x óra, 30 nap, 90 nap, 120 nap, egy útból utalják a végzetés, és azután lehet elvészetés. Jó? Van még valaki, hogy kérdés, hogy szerintem kapszak? Igen? Elvégezték a kollégát, 23 utokot gyűlölték. Megvettem a 23 utokot, visszafizették. Kérdeztem, hogy ennek a helyreállítási munkája mit fog majd kerülni? A úr azt mondta, hogy majd talasszal. Nem ezt mondtam. Én alá is mondtam, hogy egyik követelésében. Ez egy zsarolások, mert azt mondta nekem maga, hogy addig nem adja ide a pénzt, amíg arra nem írom azt az összeget. 40 ezer forintról volt a 23-os. Ugye? Ugyanaz a kategória, hogy ha Balázs egy utcán, 23 osztok, hogy kérdezik. Hát ez már úgy nézni, mint hogy a szándékosság lenne. Hát közben a Boda úr, a Majd, nem. Tehát a faluban a szennyvízelváltás úgy valósult meg, hogy én nagyon büszke voltam vele, mert alig van a lakossági probléma. Most érdekes módon a Balázs egy utcában a legtöbb problémák volt, mert a Balázs egy utcában bement a akna a telkettekre volt jelszóló. Kimentünk esőben, megmértünk mindent, hát kiderült, hogy nincs a telkettekre a akna. Utána kiderült, hogy mintegy 10-23 osztok ki van döntve. Ugye korrekt módon a kivitelező cég azt mondta, hogy nem fogja meghatározni 23 osztoknak az ára, ki fogja fizetni, ha megvásárolod a osztokat. Azt ígérte a újlaki úr, hogy tavasszal helyre lesz állítva. Most azt kérdez számon a cégtől, hogy miért nincs helyre állítva a tavasszal, azt ígérte, hogy így volt? Csak hogy teljesen. Hanem mondd már részletes, ezt egyeztetek meg ebből. Na, nem tudom, hogy mennyire érdekli a jelenlévőket. Nem tudom, hogy ennek jó ezt elmondom, de a kívánnak tudom. Mondja. Mikor írtam alá, mikor hittem a számlát, azt mondta, hogy itt a pénz, de azt írtam alá. Mondtam, erről nem volt szó. Azt mondta, ön, hogy addig nem fizet, míg azt a pár sort alá nem írom, hogy nincs követelése. Most egy felléses új, mert ez már zsarolás. Rolát. Én szerintem ezt majd tisztázatok ki. Úgy gondolom, hogy a cím korrektben járt el. Aki járt a Májusegyusztán, ismeri a körülményeket, lát érni van, lát tűni volt. Én szerintem az a... Ott volt a nyomban a végben, polgármester úr. Mit akarsz-e válni, hogy válaszolni valamit?
Igen, a Kárpó utcával. A Rákos utcával kapcsolatban az a kérdés van, az egyik, hogy az átemelő mi a kábel. Az átemelő kábelével nem tudok mit csinálni. Ő egy elektromos betárkábel, az E.ON fektette le. Ez egy idéglenes kábel. Ezt azért kellett nekünk külön megfinanszírozni és bekötni, hogyha jön a próbaüzem, az átmenő addig működjön. Ez durván még 3 hétig lesz ott. Ez, és utána meg fog szűnni, ez egy légkábel elé fog átvarázsolni, de én nem tudok hozzányúlni hivatot. Nem tudom fölrakni, nem tudom eltemetni, nem tudok vele semmit. Így rakta le az E.ON. A Rákóczi utca vége az, ahol a Rákóczi utcai... A második átemelő. A Rákóczi utca átemelő szület, ugye még a végleges helyreállítás nem történt meg. Tudjuk jól, hogy itt elég sokat esett az eső, elég sárgos volt a környék. Most lefagyott. Fölolvad, lefagy, fölolvad, lefagy. Elmegy az autó, nem tudok minden napodat kérdeni egy-két embert megcsinálni, annyit kérek, hogy várja meg a végleges helyreállítást, és utána meg. Most uram, elnézést kérek, hogy beleszólok. Én nem azt akarom, hogy most önöket hibáztassam, hanem most a kábelt be kell fektetni, fel kell vágni azt a fagyot, fel kell tenni a földbe. Mert az aszfalt tetején van. Milyen a gyerek? Belevág valamit, vége van egy gyereknek. Mert az nem kis kábel. Akkor vissza kell hinni az E.ON-t egy szegény helyre, amit hibázol. Uram, akkor mondok önöknek másikat, vagy itt mondom a polgármesterrel, ott traktorját, tárcsával jár. Leesik a tárcsa, szíjjel vágt a tárcsát, mi van, azon üti meg a traktoros tűz. Ott a másik halom. Hát miről beszélünk? Megvárjuk, hogy valaki meghal? Ezt fogjuk megvárni, mert meg fogjuk tudni, hogy te mondjuk. Hát lehetetlen nincsen, csak tehetetlen mondjuk. Csak tehetetlen mondjuk, lehetetlen nincs. Csak itt a baj, hogy itt a polgármesteri hivatal is tehetetlen, meg önök itt tehetetlen. Ezt a problémákat meg kell oldani. Mert itt baleset veszély átolna a lakosságra. Kérlek, üljön. Mi az, hogy üljön? Kérlek, üljön. Tehát nem fogja, meg tudja oldani, ha azt akarja a falu, hogy próbaüzem legyen Ramocsa házán. Mert ahhoz, hogy a szennyvízrendszert kipróbálják, szennyvíznek kell folyni a rendszerbe. Ahhoz, hogy szennyvíz folyik a rendszerbe, azt át kell emelni egy szivattyúnak, és el kell vinni a Rákóczi utcára a Rákóczi út. Az E.ON nem tudja máshogy megoldani, csak ezzel a módszerrel, ő a felelősséget, ő vállal fel ezért. De most én is hiányoltam, hogy nincs letém a földben, de ha azt akarjuk, hogy belegyhessen köpve minél hamarabb a szennyvízrendszerbe a szennyvíz, akkor valami módot kellett választani, most az E.ON ezt a módot választotta, hogy így oldja meg. De hallottam, mit mondom, hogy ez egy idéglenes megoldás, 3 év múlva megszűnik addig, meg lesz oldva az a dolog, nem lesznek a különösek problémája. Én láttam már nagyon sok vezetéket az úton átvezetve, és a világos nevőjön nem volt, senki nem látott a világos, és ez a masszakembezet csinálták az úton átvezetett, különösek vezetéket. Tehát nincs ezzel különösek probléma. Van-e még valakinek kérdés? Igen? Tehát azért válaszolok én, mert a legutóbb az esetre és a követőnek a kérdés, és rá 3 napra az egész rendszer kívül. És ezt aki látta, aki végigélte, az tudja, hogy így történt, de ami jelzést adunk a nyírség vízéértének, és ezt mindenkinek fülatlan alapállalatban szinte azonnal reagálnak, szinte azonnal jön a brigád és megcsinálják. Mit kell tenni annak érdekében, hogy a kilocsolt szennyvizet, illetve vizet ne kelljen fizetni érte,
erre a szabadságnak van egy igazából gondszere, fel kell szereltetni újabb órát, ami a locsolásra vezetett vizet fogja mérni, és azt nem számolja a nyílsági víz szennyvízként. Egyébként tudomásom szerint a 3/4 számolja, pedig ő levet számolja. Tehát 80%-ot, de 3/4-et, ennyi számolja. 80%-ot, tehát a kifolyt víz mennyiségnek a 80%-ot számolja szennyvízként. Tehát a kifolyt víz mennyiség mindig a szennyvíz, a szolgál a szennyvíz díj alapján. Tehát a kifolyt szennyvíznek a 80%-át fizetni. Ez nem csak szabadságban lesz, hanem az országot elfogadott, hogy így történik alvá 100 éve működik szennyvíz. Olyat kérdezték tőlünk, amit nem tudok megválaszolni, de mire oda kerül a sor, mire vége lesz a próbaüzemnek, addig a minden kérdés tisztázódik, nekünk egyébként nagy szerencsénk van, mert a Szabicsatnál két rabocsaház, ez a Jókozi, Csajatukor, meg Novák, Jóska, és mi azért két tudunk telefonon is meg személyesen beszélni, és de egyébként mondjuk, mire a próbaüzem vége lesz, ezek is apró kérdések mind megválaszolásra kerülnek, és egy nagyon fontos, hogy aki fizette a rendszerbe, vannak a részéről, ahol megkezdjük a csövek kiszállítását, és lehet a megkötésre gondoskodni. Minél hamarabb rákötünk, ha nagyobb lesz nekünk, mert lehet a problémában, akkor nekünk csak 3 órát fog tartani, ha nem kötünk rá időbe. Tehát ezt fel kell gyorsítsuk, annak érdekében, hogy folyjon vissza a víz, és amiért gyakorlatilag a kásolás fogja fizetni a díját. Van-e még? Van-e még kérdés? Egyetlen. Könyörcsövet jár hozzá? Kérem? Könyörcső. Könyörcső jár hozzá, igen, egy. Két könyök és egy tény. Igen, jár hozzá, meg jár hozzá a gumitövidés, hogy ki fogunk korszállítani. Az is itt van, de van nálam. Van-e még kérdés? Akkor ezt a témát lezárjuk. Én szívesen látom a polgármester kollégával, maradjunk még itt. Maradhattok, akkor van időtök, akkor maradjunk a születelásra, tudjuk, és mi rátérünk a kérdésre pedig a kártyalásra. És köszönöm, hogy elfáradtatok, és ha valami olyan találkozik, hogy nem tudok, akkor szeretnék, hogy nézzétek el. Tisztelt Abocsaházi lakosok! A választás követően minden alkalommal a képviselő testület gazdasági programot készít, jelen esetben a 2015-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozóan. 5 évre szólóan fogalmazunk meg kerülni. Mindenekelőtt figyelembe kell venni az elért eredményeinket, a jelenlegi helyi és társadalmi körülményeket. Alapozni kell a 2011 évi önkormányzati törvényben. Néhány gondolat jelenlegi helyzetünk. Településünk lakossága az elmúlt ciklusban nagyon kis 100%-ú csökkenést mutatott. 2011-ben 1581-en voltunk, ma 1537-en élünk a Csíkos-Lavacsarában. Mint minden településen, nálunk is idősödik a falu lakossága. A születések száma évente 19 és 22 fő, 21 fő között mozgó. 2010-től az alábbezenünk. 21-19, 21-20, az elmúlt évben 19 gyerek született Rabocsaházban.
jövőm, hogy már vannak olyan családok, akik bevállalják a kétgyermekes családmodellt. Minden segítséget meg kell adnunk ahhoz, hogy fiataljaink helyben telepedjenek le, és alapítson a családot. Ehhez természetesen olyan körülményeket kell teremteni, hogy megírja, hogy helyben teremtenek otthon. Hiszen településünk a maga természetes környezetével és kiépített épület állományával egészséges életfeltételeket jelent az esetünk számára. Ezekkel együtt is családbarát önkormányzás érvényesítésére törekszik. Tervezzük 2015-től minden gyermek részére ingyenes étkezést biztosítjuk. Lehetővé teszi az elérésünket az elmúlt évek közmunka programjai, melyben a konyha részére majdnem minden zöldségtény meg kell előzni. Ramacsaháza a kicsi gazdasági alapját a kevés kiparosítás hiány, ugye mindenki tudja a cipőgyár, a föld megmunkálása képezi. Jelentősek a mezőgazdasági vállalkozások, az őstermelő száma több mint 100. Célunk az, hogy minden Ramacsaháza működő mezőgazdasági és egyéb vállalkozás helyben találja meg szállítást. Örömünkre szolgálna, ha minden termelési kultúra integrált módon, hasonlóan a sebeben kultúrai termesztéshez, nagyon sok, ha lehet minden gazdálkodó előnyére válni. Minden olyan intézménnyel rendelkezünk, amely segíti az itt élő életet. Ramacsaháza gazdaságával látjuk el az alábbi feladatokat. Közös önkormányzati hivatal működtetünk 2015. január 1-től már 4 településen. Ramacsaháza Mirkés Irigony óvoda közösen működik. Jelzőzetes házi segítségnyújtás, mely 6 településen működik. Gyermekügyi szolgálat családsegítés, melyben már 2014-től 5 településen működik. Házi segítségnyújtás szintén 5 településen látja el az idősek gondozását. Konyhán 2 település gyermekei és idősei részére biztosít étkezést. A felsorolásból is kitűnik, hogy intézményrendszerünk kialakult, minden lakos számára elérhető ellátást biztosít. Természetesen ide kell még sorolni az idős ellátás, bentlakásosokon nemes ellátás, idősek túlra. Az általános iskola helyben való működés. Örömmel jelentjük, hogy az elmúlt 4 éves gazdálkodásunk stabil. Hitelállományunk nincs. Megfontolt, takarékos gazdálkodással a következő ciklus, azaz az idei ciklus, gazdasági feltételeink biztosítottak. Községünkben a most megvalósuló szennyvíz beruházással, a megépített térfigyelő rendszerrel, a meglévő út, közlekedés, víz, energia, informatika, gázhálózatokkal valamennyi infrastruktúra rendelkezésre áll. Mindezekből kitűnik, hogy az elkövetkező 5 éves ciklusban a már elért eredményeink fenntartása ebben a feladat. Ennek érdekében a több mint 15 éve kiépült belvízelvezető rendszerünk rekonstrukciója az egyik legfontosabb feladat. Az elmúlt idők során a Rákóczi utcán nem volt kiépítve a vízelvezető. 2015 egyik legfontosabb célja nevezett utca vízelvezetésének a megoldása, továbbá egy zárkortározó kialakítása a Rákóczi utca végén. Mindenki által ismer, aki arra közlekedik, hogy egy nagy eső kapcsán az utca végén teljesen ellepi az eső. Feladatunk, hogy az ott álló üres elfanyagolt kertet az önkormányzatnak vásárolja, és azzal egy olyan megoldást hozva létre, amely hosszú távon gondtalanná teheti az így felmerült problémát. Településünkön a Kossuth utcai járda majdnem egész hosszában elkészült. A szabadságtéri buszmegálló és az idősek otthon közötti szakasz az idő során megsüllyed, egyenetlenül. Tervezzük ennek a szakasznak az aszfalttal történő felújítását. A szennyvízberuházás olyan rombolást okozott, melynek helyreállítása sok időt vesz igénybe. Ezért mindenkitől azt kérjük, vegyük tudomásul, hogy egy időben minden helyen nem lehet az eredeti állapotot visszaállítani. A kivitelező nevében is türelmet kérnek mindenkit. A fontosság elvét fogjuk követni. A helyreállítás követően a képviselőt esetünk szeretné a község arculatát javítani, ehhez is minden pályázati lehetőséget
kívánunk használni, ha elkerüljük mindenképpen a zöld felületünket szeretnénk növelni, továbbá célszerűen a nagyon sok diszpát tudnak telepíteni. A szennyvízberuházás 8 településen egy időben történik. Ez a folyamat minden településen más és más ütemben folyik. A beruházással kapcsolatban a mai napon kaptunk tájékoztatási társulástól, ide papírjételezünk. A munkahelyteremtés az elkövetkező 5 évben is az egyik legfontosabb feladatunk. A kormány is az önkormányzatoktól vár egy tekintetben előrehaladást, a ciklus végére a teljes foglalkoztatottság elérését. Ez a terület akkor lehet eredményes, ha sikerül a kormány szerveivel szoros kapcsolatot kialakítani, illetve fenntartani. Így az országgyűlési képviselőnkkel, aki kormánytag is, a megyei önkormányzattal, járási hivatallal, munkahelyi kerületbenséggel kell. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezen szervekkel a együttműködésünk tovább is sikeres legyen. Az elmúlt időszakban közel 100 ember elhelyezkedését segítettük elő, szociális, egészségügyi és egyéb területen. A mezőgazdaság és tartozmunka óriási segítséget jelent. A közmunkaprogramoknak a lehetőségeket továbbra is igyekszünk maximálisan kihasználni, annak a kormányzati szándéknak is az érdekében, hogy a munkaalapú társadalmat alakítsunk ki Ramacsaházán is. Ebben a munkában legnagyobb kihívás a piac megszerzése és a már kialakított piacunk hasznosítása, hogy a termékek értékesítése ezen a területen is valósuljon meg. Az önfenntartás, mint olyan nem újszerű felépülésünk gazdálkodásának vonatkozása. Évek óta az önkormányzat konyhája részére szinte minden mezőgazdasági terméket megtanulnak. További cél ennek magasabb szintű feldolgozása. Emely biztosítására kialakítottunk a konyhapincéjében egy kis mini savanyító és tartósító üzemet, ahol 2014-től 5-10 fő végzi a megtermelt áru tartósítását és annak tárolását. Az elmúlt években paradicsomból, paprikából, törzsből, zöldbokból sikerült megfelelő tételt tartósítani. Célunk a felsorolt zöldségféléken túl még több fajta áru feldolgozása. 3 évvel ezelőtt több mint 6000 darab rezisztens almafát ültettünk el, 62000 nézetméteren, azaz 6,2 hektáron. Ez az állomány mindenki által megtekinthető, kiváló állomány. A gazdasági és önfenntartás lehetőségünk egyik biztosítéka. Erre lehet például munkahelyteremtést alkotni, például szociális szövetet. További munkahelyteremtés lehetőségeink az alma feldolgozásában rejlik. Minden pályázati lehetőséget megragadunk ahhoz, hogy képesek legyünk alma előállítására, továbbá a zöldség és gyümölcs területen újabb feldolgozás lehetőségek valósítunk. A mezőgazdasági területen a komplet bumlinatervezés képesítése rendszere rendelkezésre. A vetéstől a betakarítás. Az elmúlt 2 évben a konyha részére 100%-ban megtermeltük a gondonyát, egy kevés mennyiség még értékesítésre is kerül. A tároló kapacitásunk a megépített veremben, tulajdonokban lévő pincékben korlátozott, ezért egy nagyobb, természetes tárolók megvalósítását szeretnénk megvalósítani, ahol már előgépést tudunk betárolni. A közmunkaprogram dologi kiadási között ilyenre nem igazán lehet pályázni, de az önkormányzat saját forrásból a magasabb állás lehetőségek kihasználása érdekében szükséges áldozatot vállalni, mely természetesen nem 100 000-es tét. Ramacsaháza minden intézménye vagy új, vagy felújult. Jelenleg az önkormányzati hivatal bővítése, illetve a rekonstrukciója fontos feladat lenne, hiszen a minőségi munkavégzés már lehetetlen a jelenlegi állapotok mellett. Mert ugye azt természetesen mondtam, hogy a Ramacsáza gesztorságával működik a közös önkormányzati hivatal. Természetesen ez a program csak pályázat útján valósítható meg. Hasonlóan a hivatalhoz már csak egyetlen épületünk vár felújításra a jelenlegi találat. Ezért tervezzük a 2015-ös költségvetésben a hivatalt, illetve a teleház felújításának az előkészítését. 10 éve készült el a község rendezési terve, erre az időre megérett a felülvizsgálata. Ezért tervezzünk több mint 2 millió forintot a költségvetésünkben.
mindenki megelégedésére 21. századi színvonalon készült el a község alapadója. Az igények kiszolgálása érdekében az elkövetkező 5 éve ciklusban egy kormafal kialakítása még szükségszerű. Az egyház által fenntartott idősebb otthonával és klubjával jó kapcsolatot építettünk ki, továbbra is szép ennek az állapotnak a fenntartása, hiszen az idősebb otthona az önkormányzat őrvagyonához tartozik, és közös célunk, hogy ennek a vagyonnak az értéke ne csökkenjen, hanem nőjön. Ezért is segítettük az elmúlt időben az ott folyó fejlesztéseket, és partnerei vagyunk minden olyan felújításnak, átalakításnak, amely az ott lakó életkörülményét javítja. Az állam által fenntartott általános iskolával kialakult kapcsolatot tovább szeretnénk bővíteni, és minden olyan községi rendezvényt, melyben az együttműködésünk kidobborodott, erősíteni kell. A civil szerveződés területén óriási hiány mutatkozik. Hiányuk a nők részéről, nagyon kevés a kezdeményezés. Várjuk a hölgyek igényét, és támogatjuk minden elképzeléseket, amely az egészséges életmód, a család élete nevelés és a sportolás lehetőségét bővít. A kisebbség helyzetének életkörülményének javítása az elkövetkező év nagyon fontos lenne. Ez a forrás hiány áfával a gyermek esélyprogram segítőházának működtetés. Bízunk abban, hogy a 4 évvel ezelőtt indult program folytatódik, és ez a nagyon fontos terület az Európai Unió és az hazai forrásból finanszírozást nyer. A romolakosság felzárkóztatásának egyik záloga. Ebből a célból február 16-ával a segítőháznak új vezetője állunk. Reményeink szerint változnak a romolakosság szociális igényei, eltűnnek azok a állapotok, melyek jelenleg jellemzik őket. Kriminális némely porta állunk. A szociális rendelettel összönözünk el a romolakosságot, a lakhatáson kívül a kertjék állapotának mezőgazdaság gazdasítására. Mindezek megvalósításával feltétlenül számítunk a kisebbségi önkormányzat aktív közreműködésére, amely az összromalakosság érdekét figyelembe véve segíti azok feladatát. Oktatási, társadalmi és fejlesztési vonalon egyet. Azt szeretnénk, a programunk aktív közreműködésével valósulna meg. Mindezek megvalósításához kérek a keletünk sakaitól, Ramocsáza község önkormányzata nevében, aktív közreműködést, építő szándékot és türelmet. Az önkormányzat a település lakosságával együttesen tud és akar ezért tenni, hogy Ramacsáza az a nevéhez híven, nekünk volna legyen valamennyi Ramacsáza. Köszönöm. Köszönöm szépen. És azok utának egy kérdésem. Jó, elmondok, hogy azt kérdezem. Igen, hát ha már nem is az elmondott fokhoz, de gondolom, hogy nem is. A békeutcán volt. Hogy ott valamikor volt egy kitervezve ár, kibetült. Ezt betöltötték. Megkezdett ott az építkezés, megkezdték ott a szomszédok, kérték az átfolyó csőt, azt mondták, hogy nincs hány nem az át. Azóta, ha jön egy esvérben, az elindított napig, a szomszéd olyan víz szokott megállni, hogy nem is így válnak neki. Ez van, ez a megoldás. Valamikor, de úgy arról szó, hogy te ki fogják követni. És akkor az nem történik, és egy állapot, így állunk a víz megoldás. Másik, ami eszembe jut nekem, úgy így mindjárt a halomítás. Jó, hogy elég szűk. Tényleg rendben, hogy neked szállnak kerékpáron, mert nem tud ellenőrizni. Valami arról szó, hogy itt a kulcsági fél portára fog egy út égni. Abban mi lesz? Hallom közben, hogy a kulcsa elhagyta. Az úgy nem lesz. Egy nagyon jó volna, de a falunk kell, akkor meg minden szentek tudod, azt tudod, de azért gondolom, hogy szépen sem mondhatok. Nem kell leszállni a kerékpáron, nem kell megállni a autóban, úgyhogy ez nagyon nagy probléma.
Igen, van a... arra a festületnek, hogy mit kell neki. Ha megérdekel, végezni,
hogy minden egyes sporttal megoldást jelent. Úgy gondolom, nincs szintetőző dolgozni arra, hogy a felvizelvezető tekintetében, de gyakorlatilag ki van építve, és ki van építve, hogy gondolat, működhet. Működik, építettünk egy zárkotánosost a látítóra, ami nagyon jól működik, szinte az egész egy teljesen illetőiparat, még csak egy szerződött kilióttal megépített, és az is csak egy néhány méterre, pénzetméterre. Ha megépítjük a Rákóczi utcai zárkotározót, akkor gyakorlatilag minden olyan hely, ami veszélyt jelentett a települése, megszabadul. Köszönöm. Valami valaki. Valami valakinek véleménye, észrevétel vagy javaslata? Igen? Polgármester úr megemlített négy olyan pontot a beszámolójában, ami érint a cigány lakosság. Egyébként, aki nem ismer, a nemzetiség önkormányzat elnöke volt. Azok az elemek, ami most megjelent a ciklus programban, picit feltűnő azért is, mert ugye eltelt 23 év lassan, és soha nem tudtunk megegyezni a polgármester. 94 körül van Magyarországon kisebbség önkormányzat, mindig feszültség volt köztünk a két önkormányzat. És elkezdtem gondolkozni azon, hogy hogy lehetne ezt jóvá tenni. Hát ugye úgy lehet jóvá tenni, hogy a két önkormányzat közt nincs alá is felejő rendeltség, egymás mellé van rendelve. De az a gondolkodási rendszer ugye azt tükrözte ki, hogy hogyan tudunk segíteni a falu lakosságot. Én azt mondtam egy személyes beszélgetésnél, Erdő úrnak és polgármesternek, majd ez kijött a testület ülésen, hogy együtt egymásért, a megbékélés egyében kell, hogy dolgozunk a településen, milyen formában. Egy olyan struktúra rendszert kell felépíteni a két önkormányzat között, hogy minden bázati standard meg kell ragadni ahhoz, hogy jó legyen a magyarságnak és jó legyen a cigányoknak. Itt beleértem ugye először is az oktatásrendszer, mert a veszőparipán az oktatás, és ezt elmondom, a másik dolog meg a közfoglalkoztatás, és csodálatos módon, ugye Jukka azt mondja, engedjenek, hogy így szólítsam meg, nem bírt meg mióta igazgató asszony, hogy elmondjam azokat az alternatívákat, amit tükröznél valóban a valóságot, és ugye jön a közmunka, foglalkoztatási projekte. Bizonyán a cigányságban rengeteg pénz van, ezt tudja a minket polgármester, Jelző úr is, okosan kell lehívni az uniótól, és bizokat benne, hogy 2005-ben ez fog sikerülni, kérem mindegy Jelző úr, hogy nézz a párpárték kiállásokat, és mind meg tudunk ragadni olyan lehetőséget, ami jó a falunak, meg tudjuk ragadni. Azt mondtam, hogy azt az a falat, amit 94-ben felépítettem, hogy azon nem tudtunk átmenni Simolya úr, polgármester úrral. Én 2015-ben, és kijelentem önöknek is, 2015. január 1-e levontottam. Átjárhatóvá kell tenni mindkét önkormányzatnak, ez nem jó se a romáknak, se a magyarságnak, hogy ugyanis mindig vita volt a két önkormányzat között, és bízok abban, hogy együtt egymásért a megbékélés egyében sokat fogunk tenni a településen. Amellett, hogy el kell mondani, közel 90 foglalkoztatottnak Ramacsánzán, nagyobb részben ebből akár mondhatom is, hogy kétharmada, hogy depolgálnak az cigány közösség. Nagyon jó dolog, és én arra kérem itt önök előtt, Simolya úr, polgármester urat, és Jelző urat, valamint a testületet, hogy fogjunk össze, és én azt gondolom, hogy együtt sokat fogunk tudni tenni a romosságért. Igazgató asszony, be fogok jelentkezni, és tessék szíves tenni foglalni, mert vannak jó ötleteim, amit szeretnénk önök elmondani. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Elvédést, nem tudom segíteni, mert az idejét ügyelvét kell venni, de már itt maradtam, akkor két vonatot vagy mondják már, hogy ez azért maradtam, hogy meg átadtam valamit, mivel a fogyatéget fogjuk majd is megadni a lakosságnak az összegi programot. A másik pedig a véleményem az, hogy a program teljesen átfogja a település egészét, és nyilván látszik a testület tagoknak, illetve a település vezetésének az a
mindenre kiterjedő gondolata. Egy biztos, hogy abban az, ami mindenkinek tisztában kellene, az önkormányzatok nem duskálnak a pénzekbe, és főleg a fejlesztési pénzekbe. Tehát amikor itt igényekről, meg különböző fejlesztésekről beszélünk, akkor azt látni kell, hogy annyi pénzt kapunk, amely az intézmények működtetésére kell, és az intézmények intézmények száma pedig ezen a településen nem kevés. Sőt, én kívülálló az a kezdeményezés, ahogy ez a település próbálja ezzel a lakosság számmal magát fenntartani, mert az, hogy már négy településnek a környezőségét látja el, az nem azért van, mert ez így olyan kényelmes, hanem azért van, hogy próbálnak ezzel is erősíteni a településnek a szerepét, meg az, hogy ne általános helyzetben kerüljön, hanem minél elérhető szolgálatot és közműnőséget tudjanak itt megteremteni. Tehát intézményhálózatban, képzettségben én úgy gondolom, hogy bármely településsel felveszik a versenyt, és ezt sajnos lassan úgy kell tenni, hogy ezt nézni. És amiről korábban az előzőekben beszéltem, itt van annak a szerepe, hogy talán ebből a szennyvízberuházásból is arra kell törekedni, hogy minél többet ki tudjunk hozni, tudjunk profitálni. Nem azért, hogy hazavigyünk, nem vitt még ebből senki egy forintot se. Se haza, se ki nem fizettük, én mindottan a lakosság számláján. Nem is az a szándékunk, hogy ez így legyen, hanem ott visszakerüljön minden település, és ha itt van érdekelt 80 ember, hogy mi lesz a településsel, hogy akkor ezt minél okosabb és a település érdekére fel tudják használni. Tehát hagyd eszik, hanem ezt tudomásul kell venni, hogy a kormánynak nincsen arra lehetősége, hogy különböző fejlesztési forrásokat még hozzájutasson. Elsősorban az uniós forrásoknak a igénybevételére van lehetősége, ahhoz pedig kell valamennyi saját erőnek lenni, kell, amit a pályázatokat elő kell készíteni, mert hiába, mikor megjönnek egy pályázatot, be kell adni, ahhoz előre kell saját forrás, és hogyha az nincs, akkor nem fogják tudni időben ezeket a pályázatokat igénybe venni. Ezt közös gondolkodással kell, hogy tekintsék. Én úgy gondolom, hogy itt is, mint minden településen a foglalkoztatása nyilván a legnagyobb probléma. A közmunkaprogram, én úgy gondolom, hogy egyik valami rossz vagy jó, vagy nem tudom, ilyen jelzőt használja fel, tehát valamikor jó működik, valamikor nem, egy szükséges jó vagy rossz, de inkább rossz sok esetben, mert engem már bosszan, amikor 120 ember kell tévé viszonylatban foglalkoztatni, mert nekem nem mondja senki, hogy értelmes munkára meg tudjuk őket befogni, mert nem tudjuk. De ez van, ez is egy megélhetési lehetőség, jövedelem forrás elmegy a családoknak, és itt azért mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az értékteremtés minél jobban felszínre kerüljön, és minél több értelmes munkát tudjanak végezni. Én sok sikert kívánok az elkövetkezendő 5 évben a testületünk polgármesternek érdekében a kisközségünk. Köszönöm szépen! Azt mondom, hogy várom Andornak és Rózor a kollégámat a beszélybe. Én nagyon szépen megköszönöm kis István elnök úrnak, hogy elfogadta a kihívásokat, és tájékoztatok önöket a társulás, szegvésztársulásnak a gondjáról, bajáról, problémájáról, lehetőségeiről. Én is azt mondom, amit ő mondta, hogy amit idejeztem az utolsó gondolatban, hogy egymás fogunk, ez jó mondott azt a valahogy, hogy össze kell fogni a legjelenkező településünk tényleg továbbra is azon az úton alatt, amit megszoktunk az elmúlt néven. Van mire nézünk. Ma volt ide hozzánk a Tékontól két kollega Márti Szalka, Sorimát, hogy nem a házán, és versetet alakadunk, amikor meglátták, hogy mivel rendelkezünk mi, és azt mondták, hogy ez nem egy 1500 fős településre van, hogy ennyi intézményt működtetünk, ennyi sok mindennek vagyunk a gesztora, és ennyi dolog tartozik hozzánk. Hát nem egy éves munkának az eredmény ez, ezt kell megbecsülni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a kívásokat, mindenkit köszönöm.